Sziasztok! Na akkor újabb videó, Anfield új zenéje megjelent, szar a címe a zenének, és erről szeretnénk egy kicsit beszélni, hogy mi a véleményünk róla, reakció videó mondjuk. Szerintem nagyon-nagyon jó lett a zene, nagyon jó lett az, amilyen helyszínen játszódik, nagyon jó lett. Igen, a képvilág a legjobb, igen, a legszebb. Igen, amúgy szép lett az egész videó, jó meg lett csinálva, jó összevágták, nagyon jó. Engem a szöveg nagyon megfogott, igen, és nagyon teljesen belevitt a témába, és tényleg, amikor hallgattam fülhallgatón keresztül, akkor így elgondolkodtam, hogy mennyi támadás éri az embereket, őt is érik támadások, minket is érnek támadások, mindenkit érnek. Mindenki. És ő mégis csinálja tovább, mi is csináljuk tovább. Attól leszünk erősebbek, hogy ezeket a támadásokat vagy néha felveszi az ember, vagy nem. Vagy legyőzi. Vagy legyőzi, és vagy pedig a sikerrel együtt ezt a dolgot megkapja. Anfield zenéje nagyon jól elmondja, és a szöveg is nagyon jól elmondja azt, ami a világban történik. Idegen emberek alkotnak véleményt videósokról, előadókról, színészekről, mindenkiről. Ez sosem fog megváltozni. Mindig lesz, aki azt mondja, hogy te szar vagy, te rossz vagy, te nem így csinálod, te úgy csinál, te amúgy csinál. De akármit mond, avval kell előrelépni. Igen. Mert lehet, hogy most neked fáj az, hogy valaki azt mondja, hogy szar vagy. De ezt el kell fogadni. Igen. Vannak kritikák, amik nem jó. De abban is lehet előrelépni, abban is lehet menni, abban is lehet, azon is túl lehet lépni, és könnyebb lesz az élet, hogyha mindent elfogad. Fogadj el úgy mindent, amilyen. Most a másik lehet, hogy azt mondja, szar vagy, fogadj el úgy. Lehet, hogy szar vagy, de akkor is legalább csinálod, és nem adod fel, és akkor szíved legalább jó helyen dobog, érted? És ez a jó. Tudjátok, szíved nem dobog, akkor már nem élsz. Igen. Használjuk ki az életet, és így boldogan. Igen, és küzdjétek mindenért, amit akartok. Amit akartok elérni, legyen meg az a cél, és küzdjetek mindig. Akármi érhet titeket. Lehet, hogy értiteket egy fájdalom, hogy pont elveszítesz valakit. Lehet, hogy ez fáj neked, mert fáj, mindenkinek fáj. Ez a legrosszabb dolog. Igen, az életben a legrosszabb dolog ezért az, hogy elveszik valaki. Ezért is mondjuk azt, hogy ne gyűlölködjetek, ne gyűlölködjünk mi egyáltalán nem bántjuk se egymást, senkit, nem mondunk rosszat, el vagyunk, viccelődünk, videózgatunk. Ja, hát én sem mondok senkiről se rosszat. Lehet, hogy imikének olyan ronda a haja, hogy hány ingert kapok, a várjon meg az szép a sapka, de amúgy nem szeretem, hogy ilyen sapkát volt, de nem baj. Ennyi. Így keretem őket, így fogadom el, mert most lehet, hogy ennek ilyen a haja, megtérkedem, de szeretem, így szeretem a nagy fejét, mert hogy sok jó dolgot mond ő is nekem, és biztat, és azt akarja, hogy küzdjek a célomért, és én küzdöm. És Mário is ugyanazt csinálja, a Rio MC nagyon jól csinálja, mert ő is azt akarja, hogy én küzdjek azért, amit szeretek, és én tudjátok, mit szeretek. Kimondani azt, amit érzek. Lehet, hogy sokszor komolytalan vagyok, hülyeségeket mondok, meg hülyeséget csinálok, de ki nem csinálja azt? Ki nem csinálja azt? Élvezni kell az életet, és lehet, hogy sokan hülyék vagyunk, de így vagyunk mi, emberek. Igen. Be kell vállalni, hogy hülyék vagyunk, és senki se tökéletes. Persze. Mindenkiben ott szunnyad a egy hülye. Hiba. Ez de jó volt, azt mondja, hiba hülye, ez jó volt, fasz meg. Amúgy Anfield zenéjére tértünk rá, és azért kezdtük el ezt a témát. Anfieldot régóta követem, de úgy a videóit nem nézett, ám ezeket a videókat, amiket csinál, nem nézem. A zenét nagyon szeretem, és szerettem is. És minden egyes előadó, aki rappel, énekel, vagy bármi, az érzelmeiről, a csalódásairól, a fájdalmairól, a küzdelemről, a fel nem adásról, a feladásról, elfogadásról, törődésről, együttérzésről, együttélésről zenél, alkot, elfogad és boldogan éli az igen, életét. Az életről szórakoztatja zenél. A népet. Igen, és ezt lehet szeretni a legtöbb zenészbe, mert hogy ők kiadják azt, amit éreznek. És erre jönnek a nagy kommentek, meg a kommentek, meg jönnek. Én is mindig olvasom, tehát és de ezt hiba, kell, hogy olvassuk. Nem hiba az, hogy elolvasod a kommenteket. Mert abból is lehet tanulni. Abból is lehet tanulni, hogy mondjuk valaki azt írja neked, hogy nagyon jó, valaki azt írja, hogy nagyon szar, lehet, hogy valaki egyből már biztatásra ízél, hogy menjél, valamit fogadja el, valamit csináljál végre. Mert hogyha valamit elfogadsz úgy, amilyen, akkor sokkal jobb lesz neked is az életed. Sokkal jobb lesz minden. Igen. Mert lehet, hogy most
úgy, most sokszor én is azért nagyképű vagyok, meg minden, meg verem a mellemet, vagy most is, verem a mellemet, de ne vegyétek komolyan ezt sem, mert most is vertem a mellemet, mint King Kong. De ez ide bent Kong. Lehet, hogy káposzta van itt, de ha valaki akar enni, azt nyugodtan szóljon nekem, én készítem a legjobb káposztát, amúgy nem tudok káposztát készíteni, de mindegy. Na, de térjük át tényleg a komoly témákra. Anfieldról volt szó, és most Anfield, te vagy a legjobb szerintem. Igen. Sok sikert. Csak így tovább, ne add föl a dolgokat, küzd, ahogy eddig is tetted. És minden egyes videósnak, előadónak, énekesnek, táncosnak, mindenkinek, aki valamit csinál és foglalkozik valamivel. Igen. Sok sikert, szeretünk mindenkit. Igen. I love you. És ne adjátok fel az álmokat, a célokat. John Travolta se adja fel az álmait. Nem. Igen. Növeszti a haját most, és ez a legnagyobb álma, hát növeszted még jobban. Na, ő lesz az új aranyhaj. Igen. Na. Jó van, még akkor beszéljünk Anfieldről, vagy valami másról is nyugodtan. Na. De leginkább ez az elemekem nagyon tetszett. De nem tudom miért, de megírta konkrétan azt, amit ugye ő rám mondanak, amilyen szídásokat kapott és amilyen kommenteket. Hogy volt a refrén, hogy... Mi volt a refrén? Már olyan furcsa szót használt. Igen. A hátam mögött megmondja... Nem tudom, valamilyen szöveget használt a refrén, vagy szót használt a refrénben. Igen, valami furcsát, ja. De nagyon jó lett. A szöveg zseniális lett, Anfield egy nagyon tehetséges rác, ja. Nagyon ügyes, a semmiből félmilliós feliratkozó táborral rendelkezik, és végig csinálja azt, amit kell, nagyon sokan szeretik, és az igazságról termékeket énekel. Mutat be. Igen. És az igazságról énekel, hiszen mindenki igazságot mond. Van, aki igazából arról beszél, hogy a csajok milyenek, meg a palik milyenek. Igen. Autótyunt használnak, mindenki azt csinál, amit szeretne. Persze. De amúgy mindegy, hogy ki mit csinál, úgy kell elfogadni, amit csinál, azt csinál. Ha szereti csinálni, csinálja, ne adja föl. De sokan amúgy... Csak azt hiszik, hogy az élet ez csak egy játék, de nem játék. Lehet, hogy játszasz sokat. De nem lehet tudni, mikor van erre egy mondás. Mikor lesz vége a játéknak, mert lehet, hogy vége olyan az élet, mint a saktábla. Taktika. Nem. Nem pontosan. Vannak a parasztbábuk, van a király, meg az előtte lévő dolgok. Bástya. Na mindegy, a lényeg, hogy egy saktábla az élet. Igen. Tehát addig küzdesz, ameddig le nem löknek. El nem esel. Amíg nem lesz csak van. Úgy van. Igen. És ameddig le nem váltják a királyt. Ennyi. Na, Anfieldról ennyit, és erről az egész témáról ennyit. Sok sikert kívánunk mindenkinek. Igen. És gratulálunk mindenkinek, aki elérte a célját. Csak így. Ádám Mobil. Küzdjetek mindig. Sok sikert neked is, és igen. Mindenkinek. Na. Sziasztok. Ludmilla lelép. Ciao.